Tehát a maroklő fegyver elsütésénél négy dologra kell figyelnünk. Helyes testtartás, helyes kézben tartás, helyes légzés és az elsütő billentyű helyes kezelése. Így jobb, nem? De igen, szuper! Jó hangos volt! Tehát célzunk, nem feszítünk, lazán tartjuk. Nem tartjuk vissza a lélegzetünket, mert mire lelőnénk a támadót, már meg is fulladtunk. Belégzünk, célra emeljük a fegyvert. Kilégzés közben célzunk. Lassan elsütjük a fegyvert. Célon tartjuk, kilégzünk, fegyver leengedéskor belégzünk. Érthető? Igen. Na, akkor lássuk. Nem, nem. Nem, nem. Erre. Igen. Nem, teszi, teszi, hogy is. Nagyon jó. Állítás, jó reggelt! Csak egy lövést kértem, János. Jani, hát ez csupa tízes. Fogjuk is találszeget. Na, ennek a nadrágnak annyi, Tóth Jancsi. Na, egészségetekre. Egy kis kávétól nem remeg meg a kéz, mi? Remélem, nincs benne alkohol. Én is. Bocsánat, pár kérdésem lehet? Persze. Hogy főzni szokott? Szoktam. Nagyon rossz a menza a kapitányságon, ezért inkább főzök magamnak, meg a férjem is visz. Férje? Maga nem, hogy is mondjam... Hajadon? Ja, nem, 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 nem erre gondoltam, de az mindegy is. És mit szól ehhez? Hogy mit szól? Hát, hogy maga itt lövöldözik, és nem otthon van most éppen. Mit szólna? Ő sincs otthon. Magyar történelem szakos tanár. Ja, hát persze, persze, persze. És nem zavarja, hogy a család helyett maga inkább a hivatását választotta? Hogy több időt tölt a bűnözőkkel, mint otthon a konyhában, és a gyerekekre se jutott idő? Van három fiunk. Három? Ó, akkor jár a lakásépítési támogatás is. Már építkeztünk. Tényleg? És kinek a nevén van a ház? Mi köze hozzá? Ja, csak érdekel, rossz tapasztalatok. Gyerünk! Vége a szünetnek! Estére mindenkinek mesterlövésznek kell lennie. Ne, lehet, hogy a pisztoly. Szerintem, ha megtámadják, inkább fusson el. Ha elég közel jönnek, még lehet esélye, nem? Ha elég közel jönnek, akkor már nincs esélye, viszont akár 4-5 ártatlan járókerőt is le tud szedni. Ha nem akarja magát fejbe lőni, akkor ezt ne csinálja. Persze. És ne tegyen kétértelmű célzást a fegyverére vagy annak használatára. Már mindegyiket hallottam, és egyik sem volt értékelhető. Rendben. Albi, Albi! Ja. Húzd föl! Húzd föl! Lőjön. Ja. De nagyon nehéz lesz pont mindig ugyanennyire részegnek lennie. Megoldom! Nem az, az. Ja, most csak kettőt láttam. Remek párost alkotnának Károllyal. Ő véletlenül nő ártatlan járókelőkre, maga meg direkt. Ennél csak egy durvább helyzetet tudnék elképzelni, ha kocsival jönnének a helyszínre. Starsky és Hutch delirium verzió. Delirium! Starsky és Hutch! Király vagy! Belegzés Seattle. Belégzés cél. Jól van? Persze, csak ismételek. Mehet? Te mocskos rohadt szabálysértő munkavállaló! Imádlak, te! Anya. Hogy sikerült a pszichológiai vizsgálat? Kezed? Ide sűsor! Mi? Valamilyen rasszista dolog vagy ilyesmi. AliExpressen rendeltem. Muszáj ezt. Névnapi ajándéknak. Ha majd végeztél, akkor kilőnék rá én is egy tárat, jó? Hm? Jó, jó. Jó, rendben. Vigyázz, azt tegye le, ember van a lőtéren. Jó, pillanat, várj! Jó, várj! 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 Vár
Ez a kis szar, ez mindent látni. Várj, nyomjad! Gyerünk, veszem! Meg fel a YouTube-ra! Gyere, menjél! Katona dolog csokor. Nem akartam ezt! Én nem akartam lenni a helyet a dolgom picskáról! Szeretem ember, vette tolcsán, Cseminek neked pisztolya, nem vagy te Magdú, mi bajszos sincs. Tegye le a fegyvert, János! Nem voltam. Csak fegyver ne kerüljön ezeknek a kezébe. Mosolyog, Jancsika, mosolyog!